forgalmi változások a Rákóczi úton, kezdődik a beszakadt út javítása. Kitüntetés és díjalapítás, ülésezett a Békés megyei közgyűlés. 200 úszóversenyzett Nagy Sándorra emlékeztek. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a legfrissebb orosházi hírekkel itt a Híradóban. A címszavak után lássuk a részleteket. Két hónap után úgy tűnik megoldódik az egyik bosszantó úthiba sorsa. A hét közepén megkezdik a beszakadt út javítását a Huba utcán. A munkálatok várhatóan két hétig tartanak majd, és ez idő alatt forgalom korlátozásra és kerülőutakra kell számítani. Még július elején szakadt be az aszfalt a Huba utca Rákóczi utca csomópontban. Mint kiderült, a csatornázás miatt keletkezett a beszakadás, amit a kivitelezőnek garanciális munkában ki kell javítania. A Magyar Közút még akkor lezárta az érintett forgalmi sávot, azóta is így megy a közlekedés. De már nem sokáig. Szerda vagy csütörtök reggel megkezdik az út javítását, emiatt viszont útlezárás és forgalomkorlátozás várható, nagyjából két héten keresztül. A beszakadással érintett sávot és a mellette lévő balra kanyarodó sávot is lezárják, ugyanis a javítás nagyobb területet érint majd, mint ami a felszínről látszik. A lezárás miatt a Huba utcáról nem lehet a Móricz Zsigmond utcára egyenesen és a Rákóczi utcára balra menni. A Vásárhelyi útra viszont ki lehet kanyarodni jobbra. A lezárás a csomópont többi részét nem érinti, a tervek szerint a lámpa is működni fog, irányítja majd a forgalmat. A költségvetésről és kitüntető díj alapításáról döntött soros ülésén a Békés megyei önkormányzat képviselőtestülete. A közgyűlés meghallgatta a Békés megyei Polgárőrök Szövetségének beszámolóját, ebből kiderült, biztonságos megyében élünk. A megyei közgyűlés soros ülésének ezúttal Szarvasvárosa adott otthont szeptember 10-én. A képviselők elé került az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztató, amiből kiderül, hogy mind az önkormányzat, mind a hivatal költségvetése június 30-ig a tervezettekhez képest jobb lett. A bevételek az időarányosnál magasabban, 67,23%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A közgyűlés megalkotta a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét, amiben alapítottak egy új elismerést, a polgárokért kitüntető díjat. Ezt olyan polgármester vagy volt polgármester kaphatja meg, aki megyénkben legalább egy önkormányzati cikluson keresztül végzett közéleti tevékenységet, mely során kiemelkedő szerepet töltött be a megye fejlődésének előmozdításában, hagyományainak megőrzésében és Békés megyét érintő példamutató munkásságot tanúsított. A megye akkor sikeres, hogyha a települései sikeresek, és a települések sikerében pedig elsősorban a település vezetőknek, a képviselőtestületnek és a polgármesternek van fontos szerepe. Tájékoztatót tartott munkájáról a Békés megyei Polgárőrök Szövetsége is, majd a képviselők értékelték a megyei polgárőrök munkáját. Elhangzott, 2014-ben országosan Békés megye lett a legbiztonságosabb megye az országban. Ennek eléréséhez a rendőrök mellett kellett a polgárőrök hadhatós munkája is. Ennek a tevékenységnek köszönhető ez az elért siker, az, hogy ma a Békés megyében a legtöbb polgár biztonságban érezheti magát, és ehhez hozzájárul az is, hogy a Polgárőr Szövetség évente 240 ezer munkaórát végez önkéntes feladatként ennek a tevékenységnek a biztosítására. A megyei önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Fontosnak tartják a képviselők, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogassa a megyei önkormányzat. Erre 2015-ben összesen 7 millió forintot különítettek el, amiből 7000 tanuló kapott támogatást. 16 egyesület 208 versenyzője állt rajtkőre szeptember 12-én. A 17. Nagy Sándor emlékversenyen az Orosházi Úszó Egyesület szép sikereket ért el. Szeptember 12-én 27. alkalommal rendezte meg az Orosházi Úszó Egyesület a Nagy Sándor emlékversenyt. E napon az egykori edzőre emlékeztek az egykori tanítványok és a mai kor gyermekei. A rendezvényt Bojtor István alpolgármester nyitotta meg, beszédében kitért Nagy Sándor útmutatásaira. Nagy Sándor orosháza szülötte volt, aki nemzedékeket tanított meg úszni Gyopárosfürdőn és a környező településeken. Az ő emlékére Káli Nagy Géza professzor úr megalapította a Nagy Sándor emlékversenyt, melyet 27 évvel ezelőtt tartottak meg először. A nemzetközi viadalon szerb, román és magyar úszópalánták mérték össze tudásukat.
16 egyesület 208 versenyzője állt rajtkőre. Az orosházi sportolók halmozták az érmeket, Selmeci Edit és Schmidt Jenő tanítványai 4 arany, 4 ezüst és 3 bronzéremmel és egy csodálatos élménnyel gazdagodtak. Csapatban az orosháziak a 6. helyen végeztek. A gyermekek versenye előtt a hagyományokat folytatva a szeniorok is vízbe csobbantak, többek között a rendezvény főszponzora dr. Káli Nagy Géza professzor is. Gyopároson ismerkedtem meg Nagy Saci bácsi kezel alatt az úszással, utána kicsit hűtlenkedtem, atléta lettem a orosházi gimnáziumban, atletizáltam, sok sikert szereztünk a gimnáziumnak is, és egy életre szóló dolog ez nekem, mert azóta és a mai napig is minden nap egy órát sportolok. Professzor úr megnyitó beszédében példaértékű rendezvénynek tekintette az emlékversenyt, hiszen azoknak, akik 27 évvel ezelőtt úsztak, ma gyermekeik folytatják ezt a csodálatos hagyományt. Dr. Káli Nagy Géza Nagy Sándor tanításait követve üzent a mai gyerekeknek. Szeressék a testmozgást, tanuljanak meg küzdeni, és tanuljanak meg győzni. Az életben nagyon fontos lesz, hogy amikor úgy érzik, hogy olyan helyzetbe kerülnek, hogy kilátástalannak ítélik meg a helyzetet, forduljanak a sporthoz, forduljanak vissza a fiatalságukhoz, és új erőt fognak tudni meríteni. Az orosházi úszoda a verseny végeztével bezárt, a versenyszezon azonban nem ér véget. Az Orosházi Úszóegyesület vidéken készül a további versenyekre. Sportnapon mérték össze erejüket, kitartásukat és tudásukat a 3 üveggyár dolgozói. A játékos vetélkedőt immár 11. alkalommal szervezték meg, idén 130 üveggyári dolgozó részvételével. Az emberek éhesek a sportolás után, és nem fognak elmenni egy hamburgert megenni, hanem pörköltet akarnak enni. A pörkölt főzés is választható sportág volt szeptember 13-án az üveggyári sportnapon. A Gyopás Sportcentrumban rendezett eseményen persze nem csak a pörköltek rotyogtak, valódi sportolásra is lehetőség volt. Síküveggyár, öblös üveggyár rangadót, látunk éppen, hogy álltok. Most per pillanat még 2-0 ide szedbe, de nagyon szorosak a meccsek. Sosem adjuk fel. Matematikai esély meg megvan, jó játszik nagyon. Végül Nagy Szabolcs simán nyerte a párharcot, de ellenfele ezen is csak mosolygott. A jókedv volt jellemző az egész napra. Nem voltak vérremenő küzdelmek, a barátságról és a kikapcsolódásról szólt minden. Így már 11. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt, amelynek célja az, hogy az üvegipari kollégák egymással itt is találkozzanak, ne csak az üveggyárban, ne csak a munkakapcsolat folytán, hanem egy kicsit kikapcsolódjanak és szórakozzanak is. Foci, fallabda, pingpong, sakk, biliárd, darts, bowling, tenisz, kötélhúzás, na is persze a pörkölt főzés. Ezen sportágak közül lehetett választani előre, és a nevezések alapján készítették el a csoportbeosztásokat, sorsolásokat. Összesen 130 üveggyári dolgozó jelentkezett a versenyekre, ami közül igazán népszerű volt a bowling is. Egyelőre még nagyon jól teljesítettünk, most folytatjuk tovább az öblösnek a csapatával a versenyt. Az egésznapos rendezvény eredményhirdetésén igazán stílusosan üvegbe csomagolt sportszelet volt a díj. A versenyek végeredményét megtalálja az oroskafé.hu hírportálon. Görkorcsolya, gördeszka, BMX, roller. Több mint 80 fiatal mutatta meg tudását az extrém sportnapon. Sokan voltak kíváncsiak a trükkökre, megtelt az Árpád kert. Koncertekben sem volt hiány, este fellépett a Vacsora Zsuzsival és a Szupernem. Szombaton 9. alkalommal rendezték meg a már hagyományosnak számító extrém sportnapot. A helyszín idén nem a Fűtőház utcai extrém pálya, hanem az Árpád kert volt. A sportág kedvelői délelőtt gyakorolhatták bravúros trükkjeiket a számukra lezárt utcán. Ez a felkészülési lehetőség sokuk számára hasznos volt. Nem nagyon gyakoroltam most így külön a versenyre, mert hogy iskola van már így nagyon, nem tudtam menni sehova. Egy hete voltam utoljára Gyulán, akkor tudtam ott gyakorolni. A délutáni megmérettetésen a lelkes sportolók görkorcsolya, roller, BMX és gördeszka kategóriákban indulhattak, melyekre összesen több mint 80-an jelentkeztek. A korosztály nagyon vegyes volt, leginkább 15 év felettiek képviseltették magukat a versenyen. Javarészt orosházi, Békés Csabai és szegedi fiatalok, akiket így minden évben látunk, őket láttam most is, de tudom, hogy Budapestről, illetve van, amikor a határon túlről is érkeznek hozzánk versenyzők. Valószínűleg azért mi is egy amatőr verseny vagyunk, Budapesten ugye most éppen ezen a napon egy profi verseny is van, de ide hozzánk szívesen jönnek azok, akik hobbiként sportolják ezt az extrém sportot. A versenyzőket a közönség tapsa,
A zsűri pedig újabb próbálkozási lehetőségekkel bátorította. A legjobbakat tárgynyereményekkel jutalmazták. Azonban az elképesztő mutatványok mozgatórugója sokkal inkább a sporták szeretete és maga az adrenalin volt. Az extrém sportban a legnagyobb doping ugye az adrenalin. Szerintem a világon nincs ennél jobb, amikor az ember nem is gondolkodik, csak megy, csinálja a trükköt, azt se érdekre elesik, valamikor azt se veszik észre, hogy eltűnik valamink, mert egyszerűen annyira benne van az adrenalin az emberben, hogy muszáj menni. Az érdeklődőket többek között civil falu, airsoft, izlandi inyenségek kóstolása és ijászati lehetőség várta. A sportnap a Vacsora Zsuzsival előzenekart követően Supernem koncerttel zárult. Még mindig sport és még mindig fiatalok. Egy izlandi szervezettel közös projekt keretében a Szigetország 14 fős fiatalokból álló csoportját látták vendégül az orosháziak. A gyermek és ifjúsági önkormányzat szervezte közös munkában a sportot, mint a társadalmi bevonás eszközét vizsgálták. Sikeresnek nevezte a találkozót a szervező gyermek és ifjúsági önkormányzat felnőtt segítője, amikor hétfőn a Táncsics gimnázium aulájában kiállítás megnyitóra készültek. Korábban a művelődési központban közös tréningeket, megbeszéléseket tartottak, és közös tanddal részt vettek az extrém sportnapon is. Sokkal többet kaptunk a projekttől, mint amit vártunk. Mi is, szervezők és maguk a résztvevők is, mind magyar oldalról, mind izlandi oldalról. Maga a projektnek nem volt elsődleges célja az, hogy a kulturális különbségekre nagy hangsúlyt fektessünk, de tekintett arra, hogy a szabadidőt is mindig együtt töltöttük az izlandiakkal és a magyar résztvevőkkel egyaránt, így ezekről is rengeteg mindent megtudtunk. A kulturális különbözőségek témájában Benedikt életre szóló élményről számolt be kameránk előtt. Sokat tanultam ez alatt a program alatt, a kultúra, amit megismertem a számomra, teljesen új volt. Lehetőségem nyílt gyerekekkel játszani, roma gyerekekkel, akikkel én még soha nem találkoztam az életemben, és ez egy olyan életre szóló élmény nyújtott számomra, amit soha nem fogok elfelejteni. A sportot, mint társadalmi bevonás eszközét vizsgálták a 10 napos projekt keretében. Arra a kérdésre keresték a választ, mennyivel több a sport, mint testmozgás, milyen egyéb lehetőségeket rejt. A magyar résztvevők egyike a közösség erejét emelte ki, de más szempontot is felvetett, az előítéletek ellen is hat, mint mondta. Szerintem az, hogy amikor meglátunk egy embert, egyből gondolunk róla valamit. Viszont, hogyha látjuk, hogy hogyan dolgozik, akkor ez simán megváltozott ez a hozzáállása alapján, ez a nézet arról az adott emberről. A résztvevőktől megtudtuk, Izlandon nagyon sokan sportolnak. Olyannyira, hogy nem elég az edző. Így már 16 évesen akár edzős köthet, aki képesnek érzi rá magát. Lovisa arról beszélt kameránk előtt, hogy meglepte, milyen sokan kirekesztődhetnek a sportból a társadalmi különbözőségek miatt. Úgy fogalmazott, ezen el kéne gondolkodni mindenkinek. A diákcserére az anyagi lehetőséget az Erasmus Plus program pályázati lehetőségének köszönhetik. Akiket érdekel a lehetőség, tájékozódjanak, október 1-e a következő beadási határidő. Döntetlent ért el a hétvégi bajnokin az OFKS-e. NB1-es férfi kézilabda csapatunk az eddig jó mérleggel rendelkező Ceglédet fogadta szombaton este. A várakozásoknak megfelelően nagy küzdelem és szoros mérkőzés alakult ki, 27-27 lett a vége. Folytatta a szerda-szombat menetrendben a bajnokságot az orosházi FKS-a Linemár. NB1-es férfi kézilabda csapatunk a Ceglédi gárdát látta vendégül szombat este az Ötvös csarnokban. Nyitott védekezéssel kezdtek a vendégek, az orosházi csapat pedig sok helyzetet kihagyott, vezetett a Ceglét egészen az első félidő feléig. Innentől viszont már ők futottak az eredmény után. Folyamatosan 1-2 gól volt a különbség, ide óriási küzdelmet láthattunk a pályán. A játékrész végére is nálunk maradt az előny, 14-12-vel fordultak a csapatok. Ceglédi góllal kezdődött a második félidő, de 2-vel válaszoltunk rá, sőt, vezettünk már 3-mal is. Azonban néhány technikai hiba után újra összeszedte magát és talpra állt a vendégcsapat. Továbbra is hatalmas küzdelem jellemezte a játékot, egészen a mérkőzés végéig. Végül nagy izgalmak közepette 27-27 lett az eredmény. A teljes kövő Péta utak 14 nap alatt 5 meccset játszottunk, és egy kis szerencsétlenség is volt a sorsolásban, hogy a Balmazújváros is, és a Ceglédnek is volt egy teljes hete arra, hogy fölkészüljön ellenünk. Ugye ez nagyon nehéz így. Nálunk a padon ugye nagyon fiatal játékosok vannak, ugye a második sor, és ugye nagyon nehéz, láttuk, hogy milyen hibák voltak, és nagyon nehéz ezt így lejátszani. Hullámzó volt azt hiszem a mi játékunk is, és az orosházája is. Fejfej mellett haladtunk, hol ők vezettek, hol mi. Igazából a legjobb
amikor vettük át a vezérfonalat és vezettünk a végjátékba. Én nagyon sajnálom, hogy itt a végén az Iván taktikai hibát követett el. Megbeszéltük, hogy csak a végén lőjük el, nem kell már nekünk gólt szereznünk, hanem hosszan kell támadjuk, és aztán esetlegesen az orosházi indítást megszűrni. Tehát így fájó egy kicsit az egy pont vesztése, elvesztése. Az orosházi NB1-es férfi kézilabda csapat következő mérkőzése szeptember 27-én vasárnap lesz Balatonfüreden. A forduló rangadóját rendezték meg a hétvégén Rákóczi telepen. A Rákóczi Vasas a lista vezető Szabad Kígyóst látta vendégül. Polyák László tanítványai 1-0 arányban legyőzték a riválist, és a tabella élére álltak. Vajon folytatja-e Polyák László csapata a menetelést a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban? Tehette fel a kérdést az a mintegy 300 szurkoló, aki kilátogatott Rákóczi telepre ezen a verőfényes szombati délutánon. A bajnokság eddigi legnehezebb mérkőzése várt a telepiekre, a listavezető Szabad Kígyóst kellett legyőzni ahhoz, hogy a két csapat helyet cseréljen a tabellán. Az első játékrészben jobban futballozó Rákóczi a 26. percben Szabó Norbert révén megszerezte a vezetést. A második félidőben a Rákóczi kontrákra rendezkedett be, átadva a területet a vendégeknek. A kígyósiak jöttek is előre, de veszélyt csak partdobásaik jelentették lévai kapujára. A második játékrészben gól nem született, így a Rákóczi Vasas 1-0 arányban megnyerte a mérkőzést és élre ugrott a tabellán. Az első fél időben jól, a másodikban okosan futballoztunk, értékelte röviden csapatát a mérkőzést követően Polyák László edző. A Rákóczi Vasas szeptember 19-én Mezőhegyesen lép pályára. Kedves nézőink, most lássuk a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Forgalmi változások a Rákóczi úton, kezdődik a beszakadt út javítása. Kitüntetés és díjalapítás, ülésezett a Békés megyei közgyűlés. 200 úszóversenyzett, Nagy Sándorra emlékeztek. Ezek voltak a hírek kedden este a Városi Televízió híradójában. Pénteken friss hírekkel jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!